Hölgyeim és uraim, kérem figyeljenek, most, hogy a termék kifizetése után másfél évvel megkaptunk egy alapfunkciót, ami a Hornet és az Amram kombináció kiaknázásához elengedhetetlen, ideje mi részünkről is megtenni mindent annak érdekében, hogy minimális mennyiségű menjen kárba ebből a drága rakétából. És egyébként is csak 10 lehet nálunk. 2020 kinek elég ez? Hogy a második percnél ennyi is van mindig egy új Facebook lapot a böngészőben, tvs szükséges lapokat kihagynám. Ezeket megtaláljátok más videókban. Kettőt készítettem a témában, a linkeket megtaláljátok a leírásban, ahogyan a jelen videó témaköreit is időzítve. Beállítások véget három gombra lesz szükségünk. A hármnál már esetleg felprogramozott Raid Flir Fof Select gombra, az Undesignate gombra, és a több mint valószínűleg felprogramozott befogás gombra. A legelső dolog, ami szembe a TVS módon, hogy ide TVS van írva. Ezen kívül a radar látószöget drasztikusan lecsökken. Erre azért van szükség, hogy egy-egy cél sűrűbben a látómezeibe kerüljön a radarnak, és így frissíthető maradjon az a track file, ami készül róla. A limitációk 2 bár 80 fok, 4 bár 40 fok, vagy 6 bár 20 fok. Továbbá a pásztázott tartomány közepe mostantól a kurzoron van, így tudunk jobbra vagy balra pásztázni, ha úri kedvünk úgy tartja. Összesen háromféleképpen lehet vezérelni a pásztázott szög Az egyik a manuális mód, ahol a középpont a kurzoron van, akármere mozgatom. Ha már van kijelölt célunk, az automódba kapcsoláskor a csillaggal jelölt elsődleges céliránya lesz innentől fogva a középvona. Figyelem, ezt kézzel kell bekapcsolni. Szót szóval kell még az automata az antenna elevationről is, mivel az automód a kijelzett értéket felülírja, ezt is az elsődleges célra középpontosítva. Az ránk van bízva, hogy a céljánkat autó vagy manuál módban akarjuk kergetni. Automódban ne felejtsük el, hogy nem a kijelzett értéken nézelődik a lokátor, manuálban meg ne felejtsük el a cél után tekergetni. Van továbbá egy kiegészítő mód, ha a kurzort egy üres területre visszük és a befogás gombot megnyomjuk, akkor egy úgynevezett bias vagy eltérített módban a kurzor a kijelölt területen fog keresni, persze, hogy elveszítjük a máshol lévő track erre a gombra nagyon figyeljünk, mert ha eldob egy célt attól még automódban marad, és az okozhat még fejfájást. TVS-nél be kell vezetni két gyökér elnevezési fogalmat, az egyik a Launch and Steering Target, ez az LNS, a másik pedig a Secondary Designated Target, DT2. A lényeg, hogy egy csillaga jelölt LS az elsődlegesen kijelölt célpont, a DT2 meg egy gyémántal jelölt másodlagos. Ezeket a befogás gombbal tudjuk kijelölni a szkópon. Először gyártad egy elsődleges, aztán nyilván egy másodlagos célt. Ha már van mindkettő, akkor meg tudjuk őket cserélni az Undesignate gombbal, ami ugyanaz, mint a Nose Steering, vagy egy másik másodlagos célt tudunk választani a befogással. Most a oldali célom az elsődleges és a jobbon másodlagos. A hátan ez úgy néz ki, hogy az elsődleges marad ugyanúgy doboz, a másodlagos cél pedig egy X jelöli. Nyilván, ha megcsinálom őket, akkor helyet csinálnak a szimbólumok is. A kijelzett távolság és egyéb információk pedig természetesen az elsődlegesre vonatkoznak. Ha kettőnél több célunk van és lőni is akarunk mindegyikre, akkor kettőféle módszer van. Az egyik egyszerűbb, hogy nem jelölünk ki másodlagos célpontot, és hagyjuk, hogy a lokátor automatán, valószínűleg távolság és közeledési sebesség alapján rangsorolja a célokat, és a megjelenített számok sorrendjében tudunk köztük váltani az Undesignate vagy Nose Vistering gombbal. Ennek kifejezett előnye, hogy nagyon gyorsan lehet a célok között váltani és indítani rájuk rakétát, ez mondjuk egy reflexzerű helyzetben jó jöhet. Viszont, hogyha egy rajta tagjaként cselekszünk és meghatározott célokat kell támadjunk, illetve picikét is szétebb vannak a célok, mint szerencsés, akkor érdemes másodlagos célokat kijelölni, illetve a már úton lévő rakéták ezen céljairól átváltani másik másodlagos célokra. Ez azért lehet jó, mert egyrészt stabil a szekundari célunk, tehát nem fog egy pillanatra másikra a kettes számú hármasra változni. A másik pedig az, hogy az automata track, mire a harmadik célhoz érünk, egészen más fele fogja -e téríteni a lokátort, mint ami mondjuk az elsőként útra indított rakétának szükséges. A másik módszer, hogy pakolgathatjuk az elsődleges célját egyik másodlagosról a másikra rakétaindítás indítás után. Lőni persze mindig csak az elsődlegesre enged a radar, ezért Launch and Steering Target a neve. Legyen hát mindig a következő cél a másodlagos, majd ha indítani akarunk rá, váltjuk elsődlegessé, és így tovább. Na ez már hasonlít az ongorázáshoz. Na most már küldjünk le valamit az égről, úgyhogy megmutatom még egyszer lassabban, és nem pofázok közbe. Arra azért figyeljünk, hogy a lokátor az nem varázsgömb, ezért vannak korlátai. Ahhoz, hogy sok célt egyidőleg megfigyeljünk, vagy trackfight készítsünk belőlük, ahhoz vagy nagyon egy irányban, vagy nagyon egy magasságon kell lenniük. Na de mi van a ló túloldalán, ha a köcsök célpontok túlságosan közel repülnek egymáshoz, és gőzöd nincs 80 mérföldről, hogy melyik a bal, melyik a jobb, de már a vezéred a célokat. Megszületett az expat gomb, ami egy elsődlegesnek kijelölt cél közvetlen környékére rázumol, és már is lesz minden. Ha megvan a szortírozás, ugyanezen gombbal ne felejtsük el deaktiválni, hogy ne veszítsük el a helyzetképüket. Hasonló célt szolgálna a Scan Rate gomb, amire fel kellene programoznunk egy gombot, ugye ez a három már meglévő i betűje. De ez egy való életbeni probléma, ami a DC-ben nem létezik. Nevezetesen, hogy túl közel repülő célokat egynek lát a lokátor. Ilyenkor jön a mikrodoppler, meg hasonló kuruzslások, de még egyszer a D-cse-től még fényévekre van. Na de hogyha mindent az Undesignate gombbal csinálunk a TVS módban, akkor hogyan tudunk tényleg undesignételni célt? Erre lenne való a reset gomb. Csak hogy nem annyira működik. Szóval szimplán meg kell nyomni a TVS gombot, és kész. Itt érdemes még szót egy az utolsó funkciójáról a TVS-nek a HITS nevű gombról ami arra lenne hivatott, hogy ha 6 a 23-on célunk van, akkor a 10 lehetséges trekfájlon túl a többi célt ne mutassa a képernyőn. Ennek miért van arra fogalmam sincs. Na de akkor most mégis hány nyavajás célt támadhat ez a köcsök hornak? Válasz akármennyit addig, amíg datalinket tud biztosítani nagyjából a végső fázisig a rakétának a lokátor. Tehát kijelenthetjük, hogy igen, elérkezett a végtelen forgótáras, kifogyhatatlan amra máradat, úgyhogy mindenkinek jó rambózást!